keeping it real, you know what I'm saying? Hey. Üdvözlök mindenkit! Ismét itt van egy alkalom arra, hogy a Farming Simulator 2017-es verziójáról tudjunk egy kicsit beszélgetni. Méghozzá azért, mert érkezett hozzánk, legalábbis nekünk érkezett egy videó, így egy a legelső gameplay gyakorlatilag a játékról, ezt fogjuk most mi megnézni. Lényegében, amit már látunk most, az, hogy lesz dupla kerekes traktorunk. Tehát, hogy nem egy, hanem több kerék lesz rajta. Mármint, hogy egy helyen. Ez most két dolog, két megoldása lehet. Az, hogy ez alapból így van, vásárolható lesz, hogy ilyen legyen, vagy külön lehet ezt felszerelni rá valamilyen megoldással. És ugye ilyen belső kamerás pillanatokat látunk, hogy dolgoznak egy szuper eszközzel. Ugye azt már tudjuk, hogy több mint 200 márka, mert minden 200 gép, 70 márka, és ezek között a legnagyobb ilyen agrármárkák is, vagy agromárkák is bekerülnek a játékba, úgyhogy fantasztikus mennyiségű gépünk lesz, és hihetetlen sok cuccal. Két nagy pálya fog érkezni a játékkal, tehát hogy a játékban két nagy pálya lesz gyakorlatilag. És most látunk egy New Holland permetező gépet, ami ilyen nagyon vékony kereke van, és ilyen szét lehet még nyitni. Szóval ez valami hihetetlen nagy. Éppen szerintem vagy burgonyát, vagy cukorrépát permeteznek, de kurva jól meg van csinálva. Itt ugye a gépeket látjuk, hogy miket kapunk, Messi Ferguson, ugye olyanunk is lesz. Itt a multiplayerről mutatnak pár pillanatot. Az most már nem 10, hanem 16 playerrel lehet ezt játszani, és konzolokon pedig 6 játékos tud egyszerre majd játszani. Azt nem tudom egyébként, hogy konzolok között és PC között is lehet ezt egymással játszani, csak az, hogy konzolon csak 6 játékos van. És ami a legnagyobb meglepetés, most átrakodjuk ezt a kis cuccot, mert hogy én már egyébként láttam, tehát nem most nézem meg először. Az az, ami majd most fog következni. Látjuk a kamiont. Az a kamion ember. Hát baszki, ez egy normális amerikai kamion. Mármint hát olyan amerikai típusú kamion. Hát beszarok, kurva jó. És ez alapból benne lesz a játékba. Amit viszont most látunk az, hogy milyen lesz az út. Egész király. Főleg itt a végénél. Hát nem tudom, az, hogy négysávos az út, az arra utal, hogy tényleg kurva nagy lesz a pálya. Vagy nem. Szóval ez ilyen kérdéses. Na már most, láttuk a gyakorlatilag a videót. Ez egy igen hosszú kis videócska volt. Igazániból túlzottan sok újdonságot nem tudok elmondani, mint azt, amit már tudunk, hogy lesz benne napraforgó, lesz benne rakat mennyiségű gép. Nagyjából hasonlóan fog kinézni, mint a 15-ös, valamennyivel sokkal jobb lesz, szóval sokkal nagyobb textúrák, más lesz a HUD, és egy csomó minden újítást kapunk ezzel kapcsolatban. Meg főleg az, hogy baromi sok gép lesz benne, szerintem az lesz a legjobb egyébként, szóval alapból már így a modolás sem lesz egy akkora dolog, mert... Jó, nagyon nagy dolog lesz, mert amit egyszer elkészítesz modot, azt mindenki még konzolon is tudja használni. De maga az, hogy ennyi géphez még modokat berakni, az már tényleg maga a kánán, szóval semmi nem kell lesz ez a játékhoz. És ráadásul nagyon jó márkák lesznek benne. Úgyhogy ez kétségtelen nagyon jó.
Multiplayer ez ugye ugyanolyan lesz szerintem, mint ami eddig, szóval azon nem fog nagyon változni semmi. Megkapjuk a full élményt ugyanúgy a multiplayerbe, és annyi, hogy többen vagyunk, és többen dolgozunk. És igazándiból az a kamion, az nekem nagyon tetszik, szóval le a kalappal. Remélem ugyanígy színezhető lesz minden, mint ahogy a mostaniba is volt, mert ezt a kamiont azt nagyon használnám, az király. És a végén, amikor ezt a hatalmas autópályás képet látjuk, na ez nem tudom mennyire lesz igaz. De ha tényleg ilyen bazi nagy pályák lesznek, amit én nem hiszek egyébként szerintem, mert annyira azért nem lesz nagy, szóval szerintem ez csak egy ilyen kis beetető nagy pálya volt, hogy ilyen széles ott az út, szerintem annyira nem lesz ekkora pálya, hogy ilyen széles utak keljenek bárhova is. Lényegében ennyit szerettem volna megmutatni és elmondani a videóról, a videóval kapcsolatban, hogy ez igazániból elég jól néz ki maga a játék. Kicsivel jobban néz ki, mint a 15, nem sokkal. Annak fogja megérni váltani, akinek már most is jó gépe volt, és szeretné, hogy még jobb élményt kapjon a játéktól, és azt a nagyon sok gépet, ami tényleg nagyon jó minőségben meg lesz csinálva, azt szeretné használni. Akinek viszont már most sem volt zökkenőmentes a játék futtatása, szerintem annak nincs értelme beruházni a játékra, csak akkor, hogyha egy új gépre is beruházik, vagy legalábbis egy új eszközre, amin futtatja. Lényegében ez a videó ennyi lett volna, viszont lesz még egy videó nem sokára, mert hogy van pár screenshot is a játékról, azokat is nem sokára meg fogom mutatni, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Remélem hasznos dolgokat mondtam el így nagyjából a játékról, amit így nagyjából már amúgy is tudtunk, de legalább együtt végignézhettük a trailert, ami az első igazi gameplay trailer volt. Sajnos kétségtelen a CGI trailerhez képest nem néz ki olyan jól a játék, amit viszont egyértelmű volt, hogy nem fog úgy kinézni. Viszont szerintem akkor sem lesz rossz, reméljük, hogy jobban fog maga a játék futni. Október 25-én jelenik meg ugye a játék, és akkor várhatjátok tőlem már a gameplayeket, mert onnantól fog jönni, mint állat tőlem, remélhetőleg elég sok. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és ha tetszett a videó, várod a játékot, akkor mindenképpen nyomj egy lájkot, és hogyha nem akarsz lemaradni majd az első videókról, amik már tényleg a játékból készülnek október 25-én és azután, akkor mindenképpen iratkozz fel. Egyébként, hogyha az előző Farming Simulator sorozataimra vagy kíváncsi, vagy esetleg más videómra, a videó alatt a nevemre kattintva megtekintheted a csatornámat. Köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok!